Az esemény fedett terű részének a helyszínt az újonnan épült 1000 négyzetméteres, könnyű szerkezetes logisztikai célokat szolgáló modern csarnok biztosította. András Attila a vendégek köszöntése után felidézte Újtelekről induló céltudatos életútját. Kiemelte felesége nélkülözhetetlen támogatását az összetartó, egymást segítő családtagok, köztük a kalocsai telephelyet vezető András Csaba érdemeit, és a mai napig Újteleken élő édesanyjáról is szeretettel és elismerően beszélt. A vezérigazgató a kezdetekről szólva kiemelte, a budapesti székhelyű Antagroup cégcsoport 2014. októberében 17 fővel kezdte meg működését Kalocsán. A cég jelenleg összesen közel 400 főnek biztosít munkát, ebből a kalocsai telephelyen 160 főnek, így az Andak-Kalocsa is a térség legnagyobb munkáltatóinak egyikévé nőtte ki magát. A mostani esemény egyik apropóját az 1000 négyzetméteres könnyű szerkezetes csarnok átadója adta. A csarnok végül saját erőből valósult meg 170 millió forintos beruházással, és ugye a jelenlegi már közel végleges állapotában. Itt 1000 raklap tárolására lesz lehetőség, csak összehasonlításképpen a budapesti raktárunk jelenleg 12 000 raklapot tud tárolni, és az új logisztikai részünk pedig körülbelül 10 000 raklapnyi, ennek a tízszerese lesz körülbelül kapacitásban, plusz a gyártó részek is. Azzal a szemléletmóddal, hogy hiszünk magunkban és a céljainkban, eddig minden úgynevezett válságban lehetőséget próbáltunk keresni, és növekedést tudtunk elérni. A járvány kezdete óta őszintén kommunikáltunk az ügyfeleinkkel, és igyekeztünk maximális szolgáltatást nyújtani, így sikerült tartalékot képezünk, és ismét tervezhettünk a következő éveket. Elhangzott, hogy a most induló beruházás sorozat középpontjában egy új 11 000 négyzetméteres csarnok építése áll, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a kalocsai telephely összetett logisztikai funkció ellátására is alkalmas legyen. A beruházás megvalósulásával a cég újabb gyártóegységgel és egy 8700 négyzetméternyi logisztikai raktárral és a hozzá kapcsolódó üzemrészekkel és irodákkal. A két ütemben megvalósuló összesen körülbelül 4 milliárd forintos beruházás várhatóan 50 új munkahelyet teremt, és az első ütem az a mai alapkőletétellel veszi kezdetét. Az első ütemben ugye 5300 négyzetmétert építünk föl, amiből 1600 négyzetméter gyártórész lesz, és 3700 négyzetméter logisztikai raktár, valamint egy 5500 négyzetméteres iroda résznek a szerkezeti kialakítása is elkezdődik. A kivitelezési munkák heteken belül indulnak, és az építkezés a terveink szerint ebben az évben befejeződik. Font Sándor országgyűlési képviselő beszédében rámutatott, a kormány által létrehozott gazdasági újraindítási alap elsősorban az olyan kezdeményező, felkészült és bátor vállalkozóknak tudott segítőkezet nyújtani, akiknek biztos jövőképe, önbizalma, rátermettsége volt és van. 940 millió forintos támogatás volt, és akkor néhányan nem átgondolva mondatukat, talán még irigység is elhangzik ilyenkor egy-egy megjegyzésben, hogy jaj, már egy ekkora cégnek minek a támogatás. Igen, de ott volt a másik mondat, hogy 2,2 milliárdos a beruházás, tehát a többi pénzt azt önerőből nekik kell valahonnan majd mellé tenni, és hogy ebben netán még hitel is van, és gondolják el, hogy egy ilyen fedezetet megigényelni, lekötni magukat úgy, hogy közben nem biztos, hogy látják, hogy a gazdasági élet visszakattan-e, megindul-e 2021-re olyan mértékben, hogy ő ezt tudja majd a lekötött és finanszírozási összegeket esetleg, ha hitelformáját tabu, akkor visszafizetni, vagy a saját tőkéjét úgy emészteni, hogy közben nem akkora a bevétel. Tehát ez már igazán a bátrak és a kockázatot vállalóknak a kategóriája, de aki mer, az nyer, szokták volt mondani, és egyelőre a magyar kormány munkáját is ez a szállóige azért erősíti, mert pontosan látjuk, hogy európai országok közül is igen
előkelő, magas helyen sikerült a gazdaság újraindítását gerjeszteni. A képviselő végül gratulált András Attilának, a cég vezetésének, és további sok sikert kívánt a fejlesztéshez. Ezt követően a nemzeti színű avatószalag átvágása után a gyakorlatban azzal átadták az új 1000 négyzetméteres csarnokot, hogy a raktár egyik legmagasabb polcára targoncával helyezték el az első raklapnyi árut. Majd a két ütemben megvalósuló összesen 4 milliárd forintos beruházás első üteme az ünnepélyesen elhelyezett alapkővel vette kezdetét. Először András Attila, az Anda Group cégcsoport vezetője, az alapkőben elhelyezendő időkapszulába beletette az Anda szervezeti ábráját, és egyebek mellett a Kalocsán dolgozók névsorát és beosztását. Miután az időkapszulát András Attila és Font Sándor leengedte az alapkőbe, a feliratos gránit fedőlapot dr. Filvig Géza és a kivitelező Melkbau ZRT vezetője illesztette a helyére.